Miskolc központjában lévő régi épület, ez a szíve tulajdonképpen a falu. Itt keresztutak találkoznak, itt van a faluhíd, úgy megkerülhetetlen ez a malom. Nagyon romos állapotba vettük meg a kulturális egylet, tehát gyakorlatilag csak a falai álltak, tehát nem volt tető rajta. Több éven keresztül munkával, társadalmi összefogással helyrehoztuk ezt a pajtarészt. Valaha 11 vízi malom volt Kapolcson, a hozzátartozó pajtákkal együtt. Tehát minden egyes ilyen kis épület együttes állt egy molnárházból, állt egy vízimalomból, és állt a hozzá tartozó pajtából. Az 50-es években államosították a vízimalmokat, ezzel tönkretették nem csak azt az ipart, ami éltette a falut, hanem azokat a hagyományokat is tönkretették, amelyek kapcsolódtak a vízimalmokhoz. Most ebben a 360 lelkes faluban azt a célt és azt az igényt is elégítik, hogy tényleg közösségi eseményeknek adunk helyet. Ilyen közösségi hely, ahol a falu lakói, civil szervezetei összetudnak bármikor jönni, áll a rendelkezésre. A gasztró kultúrával is foglalkozónak ez egyik központja a falu kemence. A Kapolcska programnak a fő programjait is itt az udvaron és a pajtában szoktuk megcsinálni. Van egy állandó kiállításunk a valahai kapolcsi malmokról, a helyi értéktárat is innét vezetjük, és a művészetek ugye fesztivál archívuma is itt található. Tehát nagyon-nagyon sok funkcióval ellátott rész ez a pajta. Mi Nagyvázsonyban a Feketesereg Ifjúsági Egyesület kezdeményeztük ezt a patakmeder tisztítást. Brauer László mondta azt, hogy fogadjunk örökbe egy patakot, és mondtam, hogy az biztos nem, mert hát az nagy felelősség. És azóta minden évben egy alkalommal egy patakmeder tisztítást szervezünk, és ez a 18. alkalom. Úgy szoktunk venni általában 60-an, és 60 zsák szemetet szedünk, tehát mindenkinek jut egy zsák szemét. Az volt a nagy álmunk, hogy egyszer Nagyvázsonytól Szigligetig, a patak a forrásától a Balatonba való befolyásáig szedjük össze, és akkor ez most ez megvalósul. Azon dolgozunk, hogy a fiatalok valamilyen módon vegyék át. Először is maradjanak Kapolcson, ahhoz nagyon sok minden kell. Hiába híres és hiába brand a művészetek, ugye, mitől marad itt egy fiatal? Ha itt marad, akkor ezeket az értékeket, amelyek igazán hasznos a szó szoros értelemben nem hoznak, tehát bevételt nem jelentenek, ők ezt vegyék át, működtessék, üzemeltessék, mert ez egy életforma is egyébként. Annyira összetett egy ilyen malomnak a működtetése és a fenntartása. A víz biztosításától kezdve, az őrlés tudományig, hogy erre már van is egy kiszemelt fiatalunk, aki mint Molnár Inas működik közre, és azt szeretnénk, arra szeretnénk vinni, hogy igazi lokálpatriótaként vigye tovább ezeket a dolgokat. És tudom, hogy az a 15-20 éves munka, amit ebbe belefektettünk, ennek biztos, hogy van értelme, és kell, hogy értelme legyen.